Gyerekkorától kezdve fontos volt számára a közösségi élet. Szülőfalujában Bagon szinte mindenben részt vett, a sakkszakkörtől kezdve a színjátszásig. Biológia földrajzszakos tanár, tanított is több mint 20 évig. Jelenleg azonban egy családi vállalkozást vezet. Biogazdálkodással foglalkoznak, és bioboltjuk van az utóbbi online és hagyományos változatban is. Két gyermek édesanyja. A mai ismeretlen ismerős Gódorné Gergely Éva. Engedjék meg, hogy a hosszú ismerettségünkre való tekintettel tegeződjünk Évával. Szervusz, Éva! Szia, Ági! Azt gondolom, hogy bár Galgahévízen laksz, a környező falvakban is egész jól ismernek téged, különösen Bagon, hiszen az a szülőfalud, ott születtél, és ott éltél egészen 20 éves korodig. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Hát, Bag mindig is az otthonom. Tehát én mindig úgy gondolok rá, hogy ez az igazi otthonom. Tehát a gyermekéveket nem lehet kitörölni az ember szívéből. Nagyon sok emlék fűz Bakhoz, tehát a gyerekéveim, az általános iskola, akkor a középiskolás éveim. Úgyhogy a második otthonom Galgahévíz. És Bagon, mint már a bevezetőben is említettem, rengeteg mindent csináltál gyerekként. Hát kezdhetem az általános iskola alsó tagozatával, mert hát a közösségi életbe valahogy belekerültem mindig. Én nem tudom, hogy hogyan és miért, de olyan izgő-mozgó gyerek lehettem. Arra emlékszem, hogy 4-es volt a magatartásom, mert én órán nem igazán tudtam nyugton megülni, mert akárki beszélt, vagy akárki felelt, én azért mindig közbe akartam szólni. Tehát valahogy ez kitűnt belőlem, hogy szeretek szerepelni. És hamar felfedezték a tanáraim, hogy valahogy a közösséget össze tudom hozni, és hát ősvezető lettem. Ősvezetőként, hát ez egy nagyon jó kis történet mindig, hogy hát a kis csapatunkat hogy lehet különféle programokra rávenni, ott az ősben ki mit csinál. És hát ősvezetőképző táborba jártam, ahol szintén bekerültem egy közösségbe. Tehát ezek nagyon klassz élmények voltak. Hát ez volt alsóban, és hát emellett azért ott is elkezdtem azért ilyen szakköri dolgokat is, amiben részt vettem a tanulás mellett, és nagyon kedves emlékem a sakkszakkör. Uh-huh. Ahogy említetted, hogy jövök erre a műsorra, elővettem régi újságokat. Apukám eltette, és képzeld el, hogy megvan a Pest megyei hírlapnak az 1968-as száma, akkor én másodikos lehettem, hogy én a megyei úttörő olimpiai bajnokságban harmadik helyezetet értem el, és ott van leírva, hogy Gergely Éva Bag. Úgyhogy ezek a történetek nagyon kedvesek számomra. Fősőben már úgy mondom, hogy ott is a közösség megmaradt, tehát a közösségben való szereplés. Ott igazából már azért komolyabb fejjel, már jobban egy irányba mentem, mert a biológia nagyon érdekelt. Nagyon kedves osztályfőnököm volt, Kurti Gyula, aki tényleg egy nagyon jó tanár volt ott Bagon akkoriban. Ő volt az osztályfőnököm, és biológiát tanított. Biológia szakkörre behívott, és hát ott mindenféle csoda dolgokat műveltünk, és onnan kezdtem el azt, hogy na hát én a biológia felé fordulok. Hát akkor én most már egyenes út vezetett a biológiai tanári. Igen, és hogy visszagondolva erre, tehát nekem példaképen volt az osztályfőnököm. Ja. Biológia földrajzot tanított, és maga a kiállása, maga a gyerekekhez való viszonyulása, az meghatározó volt számomra, és én akkor elhatároztam, hogy én is az ő nyomdokaiba lépek. Uh-huh. És itt egy érdekes dolog, hogy otthon a osztálytársaimmal úgy tanultunk délutánonként, hogy egymáshoz összejöttünk, nekem volt egy naplóm, beírtam a gyerekeknek a nevét, ugye az osztálytársaim nevét, tanultunk,
és én meg osztályoztam őket, ahogy felmondták a leckét. Tehát tényleg ez a tanári dolog, ez már tényleg egy olyan dolog volt már nagyon fölsőben, korán. Hogy tényleg afelé mentem. Aha, nagyon korán eldöntetett, és akkor így kerültél biológia szakra Pécerre. Igen, ugye? A Péceli Rádai Pál gimnáziumba, igen. Tehát kimondottam biológia tagozatra jelentkeztem, és hát ez egy másik szép élmény. Hát, Pécel? Igen, igen. Kis gimnázium volt akkoriban, és családias légkör. Uh-huh. Tehát nagyon tetszett, hogy mindenki ismert mindenkit, a tanárok úgy viszonyultak a gyerekekhez, hogy tényleg nagyon klassz kis egyéni elbeszélgetések voltak, hogyha bármi probléma volt, bárkihez oda mehettünk. Tehát nem volt az, hogy na hát ő a tanár, és akkor hát megközelíthetetlen volt. És hát itt is az osztályfőnököm, Aladárnak hívták, aki magyar tanított. És Aladár tanár úr vezetett be igazából a versek világába. Uh-huh. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy a természettudomány, de mellette a humán dolog is nagyon érdekelt, mert a versek szeretete, a versek elemzése, a különféle regényeknek a megszerettetése, az hiszem, hogy az ő érdeke és érdeme volt. Igen. És ott ismerted meg a férjed is. Hát igen. Igen? Igen, igen. Ez szintén egy érdekes történet. Hát ugye ők Galgahévízről jártak vonattal, én bagonszálltam fel vonatra, egy osztályba jártunk a férjemmel, Gódor Antallal, és nagyon jó barátok voltunk. Tehát elsőtől negyedikig mi mindent megbeszéltünk egymással. Uh-huh. Tehát valahogy vonzódtunk egymáshoz, hogy bármi problémánk volt, ő neki és nekem is, akkor egymáshoz mentünk, kibeszéltük magunkat, és eléggé fájó volt, amikor érettségi után ugye eltávolodtunk, és megbeszéltük egymással, hogy meghívjuk egymást az esküvőnkre. Tehát ő is, meg én is, tehát mindenképpen egymás esküvője részt veszünk. Hát ez összejött. Hát igen, és 2 év után kezdtünk el tényleg komolyan egymással foglalkozni. De akkor te már Egerbe jártál a főiskolára. Igen. Tanárképzőbe. Igen, sikerült a felvételim. Tehát 18 évesen elkerültem Egerbe, akkoriban a Ho Chi Minh tanárképző főiskolára. Szintén ugye, tehát biológia, földrajz, ez volt az úti célom. És hát kollégiumba laktam, és hát történt egy eléggé, hát számomra nehéz még most is visszaemlékezni erre a dologra. Hát 20 évesen meghalt a nővérem, aki tehát tényleg nagyon jó testvérem volt. 4 évvel volt idősebb nálam, és egy súlyos daganatos betegséget kapott, és 23 évesen meghalt. És ahogy érdekes, ahogy múlnak az évek, ezt egyre nehezebb feldolgozni. Uh-huh. Tehát akkor is nagyon nagy törés volt az életemben ez a dolog, és a szüleim miatt, meg mivel ott maradt egy pici gyerek az ő részéről, uh-huh. akkor úgy döntöttem, hogy tehát levelezőn folytatom a tanulmányaimat. Uh-huh. Tehát 2 évet voltam nappalin Egerben, és utána hazaköltöztem Bagra, elkezdtem dolgozni, és mellette folytattam a tanulmányaimat. Uh-huh. Úgyhogy hát ez egy, a boldog gyerekkor azt hiszem, hogy itt ért véget. Uh-huh. Tehát ezt nem, senkinek nem... tudom így ezt úgy elmondani, hogy ne érzékenyüljek el, mert én akkor kezdtem megérezni azt, hogy az élet egyik napról a másikra meg tud gyökeresen változni. Uh-huh. Hogy élünk, és nagyon boldogan tesszük a mindennapjainkat, és akkor csak hirtelen jön egy tragédia, amiről nem tehetsz, amiről nem tehetünk, És a család, az egész család ott állt, szembesült egy ilyen dologgal, hogy fiatalon meghal egy ember, aki az én testvérem volt. És akkor egy nagy fordulat, változás történt bennem is, az egész világgal szemben. Tehát én azt hiszem, hogy ott egy picit megtört bennem valami. Uh-huh. De ekkor már a felesége voltál. Igen, Tonsinak, ugye? Igen. Tehát úgy volt, hogy ahogy a nővérem meghalt, és
végül is nappaliról eljöttem levelezőre, mi összeházasodtunk. Uh-huh. Tehát igazából, mivel otthon maradtam, tehát nem mentem ugye Egerbe vissza minden héten, ezért hát meg egy nagyon jó támaszt is találtam benne. Uh-huh. Tehát én úgy éreztem, hogy... Könnyebb volt feldolgozni. Igen. Tehát az otthoni dolgok mellett ő nagyon sokat segített nekem abban, hogy lelkiekben, meg érzelmekben mellettem volt ebben a tragédiában, és... rettenetesen jó volt, hogy ott tudhattam magam mellett, mert gondold el, hogy van egy család, aki hát kesereg, búsul, sír igen. naponta, és egyszerűen muszáj volt kiszabadulnom ebből a közegből, hogy én magamat is egy kicsit erősítsem, igen. és akkor férhez mentem, és akkor elköltöztem azért Galgahévízre. És akkor a tanítás is azért egy kicsit erőt adott, nem? Ilyen téren. A tanításra visszatérve, olyan volt a tanári pálya, amikor elkezdted, mint amilyenre számítottál? Mert mondtad, hogy már gyerekkorodban is játszottál tanárosdit. Igen. Olyan volt? Hát... mint amilyennek megálmodtad? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát meg igazából, ahogy tanultuk is Egerben, a főiskolán ezt a tanári pályát, hát tényleg azt mondhatom, hogy ezt magában az életben lehet megtanulni. Meg kell egy rátermettség. Tehát én nagyon sajnálom azokat a fiatalokat, akik jelentkeznek tanárképző főiskolára, és ugye a tananyagot tudják, megtanulták, értik. De azt, hogy a gyerekek felé, az emberek felé hogyan kell közelíteni, egyszerűen nincs hozzá érzékük. És én ezt egy nagy hibának tartottam akkor már, hogy nincs valami olyan felvételi beszélgetés, vagy éppenséggel a gyerekek közé, a hideg vízbe ugye belevetni a fiatalokat, hogy mit tudnak kezdeni a gyerekekkel, mert később, amikor már rájönnek arra, hogy ők tanítanak egy-két évet, és akkor valami miatt nem érzik jól magukat a pályán, hát innen származik. Uh-huh. És nekem szerencsém volt, tehát én úgy érzem, hogy szerencsém volt, hogy megtaláltam a hangot a gyerekekkel. Uh-huh. Tehát azt tudni kell, hogy 4 évig napköziben voltam, tehát úgy kezdtem el, uh-huh. mert elég nehéz volt elhelyezkedni biológia-földrajz szakon, és én mindenképpen Galgahévízen szerettem volna tanítani. És ott napközis lettem, és azt mondhatom, hogy az egy nagyon kemény időszak volt. Hát gondold el, 20 évesen, 21 évesen bekerültem a felsősökhöz, ahol hát hátrányos helyzetű tanulók, nagy tömege, ugye a felsőben, és akkor délután, hát hogy tanulni kellene, leckét írni kellene, meg még olyan programot is adjál nekik, ami érdekli őket, hogy az iskolában ne csináljanak ramazurit. Igen. Tehát 4 év elég kemény munka volt, de nagyon sokat köszönhetek a akkori kollégáknak. Tehát biztos te is emlékszel idősebb kollégákra, Simon Győző, igen. akkor Erősvári Pali bácsi, igen. Briski Józsi bácsi, ő volt az igazgató, és képzeld el, hogy tehát én szinte fiatalon becsöppentem egy ilyen tanári gárdába, ahol házaspárok voltak. És akkor mindenki úgy foglalkozott velem, hogy na hát itt van egy kis csetlőbotló ifjú kollégina, és akkor hát próbáltak segíteni mindenbe. Te tehát, voltál az egyetlen fiatal? Igen, és utána Kassai István jött, uh-huh. tehát mi voltunk az olyan fiatalok, uh-huh. És ugye nekik megvolt a kialakult kis közös program, akkor mindennapos tevékenység, és én is úgy figyeltem, hogy na hát hozzám hogy viszonyulnak. De nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert nagyon megszerettek, és segítettek. És én őket figyeltem. Tehát egy-egy helyzet, egy-egy konfliktus kezelés, hogy oldották meg, és tényleg Briski Jósi Kabács is egy olyan igazgató volt, hogy érdekelte, hogy érzem magam a tantestületbe, és akkor sokat elbeszélgetett velem, és tényleg nagyon sokat köszönhetek neki is. Aztán hát a 4 év az eltelt, közben megszületett Gergő fiam, uh-huh. és Julcsi lányom. Egymás után. Igen, egymás után. Közben vártam, hogy hát ha tudok majd biológia földrajzot is tanítani, és hát jött az alkalom, mert Simon Győző és felesége elköltözött Gödöllőre, és Simon Győző tanította a biológia földrajzot, uh-huh. hát ugye mivel kisiskola, ezért hát elég volt egy földrajz szakos uh-huh. tanár, és a Jóska bácsi szólt nekem, az igazgató, hogy na, Évikém, akkor
vagy ügyesen maradsz, és felveszünk valakit, vagy pedig visszajössz, és kapsz szakot. Hát én nagyon boldog voltam, büszke voltam, hogy na végre taníthatok. Úgyhogy Gergő óvodás volt, Julcsi meg még nem volt óvodás, tehát egy évig lehoztam Bagra. Minden nap, reggel be a kocsiba, anyukám vigyázott rá, és akkor délután mentem érte, és így elkezdtem tanítani. És jó sokáig tanítottál. Igen. Hú. Biológia, földrajz. Így van. 20 évig. Igen. 20 évig. És nagyon szerettem. Ugye osztályt kaptam mindig, folyamatosan, 4 évente, és ezek az osztályok, én azt hiszem, hogy, tehát most látom 51 évesen, hogy azok a gyerekek, akiknek az osztályfőnöke voltam, meg akiket tanítottam, hát nagyon szívélyesen üdvözölnek a faluban, meg akárhol, ha összetalálkozunk, és ezt én annak tudhatom be, hogy azt hiszem, hogy nem sértettem meg senkit. Uh-huh. És ez egyik kollégámnak volt egy nagyon jó mondása, hogy tanítsunk, de úgy tanítsunk, hogy a gyerekeket azért ne sértsük meg. Uh-huh. Mert gyerekek. Egyszer ilyen napjuk van, egyszer olyan napjuk van, és hogyha nagyon megalázzuk őket, azt tényleg nem lehet elviselni, és később az a tanár fogja meginni ennek a levét, aki ezt csinálja. Igen. De bennem nem is volt soha ilyen szándék, és nagyon jó érzés, hogy most, ha találkozom ezekkel a tanítványokkal, akik már anyukák, apukák, mindig nagy tanárnő, hogy tetszik lenni, és hogy jaj, de jó volt, emlékszem, hogy biológián vagy földrajzon mit csináltunk. Úgyhogy... Igen, ez a pedagógusi pályád elismerése igazából. Igen. De ezt azért elmondhatom, hogy körülbelül 10 év volt az, amikor azt mondtam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel csináltam. Uh-huh. 10 évig. És 10 év után kezdtem érezni azt, hogy kezdek egy kicsit belefásulni a dolgokba. De akkor is volt azért kiút ebből a fásultságból, mert ilyen, hogy diák önkormányzati vezető, aztán hát különféle feladatokat az ember kapott, és tehát nem csak pluszban, kimondottan a biológiát meg a földrajzot tanítani, akkor elmentem még angolt is tanulni. Tehát én annak idején még általános iskolába elkezdtem az angolt tanulni, Horváth Jenő tanított Bagon, mert én szakkörre szerettem volna járni már kiskoromban, tehát érdekes, hogy szakkör. És akkor elkezdtem az angolt, és akkor jött egy lehető, hát gimnáziumban is tanultam, és utána pedig hát orosz tanárokat képeztek át angolra, mert ugye elkezdődött a rendszerváltás, és akkor bejött az angol, meg a német nyelvtanítás. Hát tőlünk nem igazán akart elmenni senki angol tanulni, és akkor én jelentkeztem, hogy Gödöllőn volt egy ilyen intenzív tanfolyam, ahol nyáron, tehát 3 hónapig elég keményen felkészítettek a középfokra, és akkor hát én ezt elvégeztem, és tehát mindig jött valami, ami felfrissített. Uh-huh. És akkor elkezdtem angolt is tanítani. Hát azzal jobban killódtam, mint a szakommal, de muszáj volt. Tehát ez is benne van a pakliba, hogy egy tantestületben, hogyha valamit te, mint szakos végzel, lehet, hogy rád bíznak egy olyan dolgot is, aminek nem vagy teljesen a tudatában, de úgy mondom, hogy tehát tananyagilag, de ha megadod azért a kellő alapot, meg az érdeklődést, ha felkelted a gyerekekben ez iránt, akkor, és nem töröd le őket, hogy na hát akkor ezt aztán ő soha nem fogja tanulni, azt hiszem, hogy azért bele lehet ebbe vágni. Uh-huh. Úgyhogy jöttek ezek a lehetőségek, amit szívesen csináltam, tehát úgy folyamatosan úgy képeztem magam. Úgyhogy a 10 év után próbálkoztam egy kicsit ilyen dolgokkal is. Érdekes egyébként, hogy pont ezt a 10 évet emlegeted, mert pont most van szó arról, hogy a pedagógusoknak kellene egy pihenő év 8-10 év után. Az biztos. És érdekes, látod? Igen. Biztos, én is hallottam erről. Nem te vagy az egyetlen. Hogy Amerikában azt hiszem, hogy így volt, hogy 7 év után kapnak egy év fizetéssel ellátott szünetet. Igen, hogy nem kell bemenni az iskolába. Így van. Mert tehát én magamon éreztem, hogy ugye nap mint nap, mert hiába, hogy bemész tanítani, igazából úgy kell tanítanod, hogy érdeklődést keltsél fel. Igen, és ez fásultan nem lehet. Érdekes még az is, hogy eljuthattam
mondjuk ez már egy másik téma, hogy a férjem révén Hollandiába. Igen. És Waldorf iskola. Igen. Hát ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog volt akkoriban Magyarországon, még csak akkor kezdődött, hogy valamit hallottunk erről, uh-huh. és én képzeld el, hogy járhattam több mint egy hónapot Hollandiába, egy ilyen Waldorf iskolába bemehettem. Igaz, hogy hollandul nem tudtam, de egy órát megnéztem, tehát minden osztályban sokszor, hogy tanítják a betűket, hogy tanítanak természetismeretet. És bennem ez annyira megmaradt, mert egy példa, hogy ilyen holland óra lehetett, uh-huh. a gyerekek ülnek, és mindenki előveszi a padból a saját kis regényét, amit olvasott. Kaptak egy 10 percet, mindenki elmélyülten olvasott. Tehát figyeltem, hogy a gyerekek hogy csinálják. Olvasnak, akkor a tanár intett, letelt az idő, és kiszólított egy tanulót, aki kiállt az osztály elé, és azt, amit olvasott, előadta. Tehát gesztikulálva, nagyon érdekesen mondhatta, mert én nem értettem, de a gyerekek tátott szájjal figyelték, és azt érdemes volt nézni, ahogy előadta. Na most én akkor elkezdtem gondolkodni, hogy én, amikor kihívok egy gyereket felelni, például Svájcról meséljen, mert mindig így volt, hogy ott a térkép, próbálja összeszedni a gondolatait, hol helyezkedik el Svájc, természetes tájai, gazdasági élete, és nagyon nehezen jöttek elő a mondatok, hiába tanulta meg. És én ott döbbentem rá, hogy először a gyerekeket meg kellene tanítani beszélni. Igen. A gondolataikat előadni. Hú, szóval nagyon sok mindent tanultam ott, és például alsóban a betűket, de azt hiszem, hogy most már itt is azért így tanulják, hogy az A betűt, amikor tanulták, verssel és egész testtel mutatták, hogy az A betű milyen. Uh-huh. És akkor tehát ilyen jó nagy uh-huh. mutogatással, testtel, mindennel. És én, amit leszűrtem akkor, hogy hát én próbálom a földrajzba behozni ezt a kis Waldorf tudományomat, és rájöttem arra, hogy mivel a földrajz érdekes tantárgy, de vannak benne nagyon-nagyon tanulós dolgok, uh-huh. hogy egyáltalán a térképen az éghajlatok hogy jelennek meg, azt meg kell tanulni, be kell jelölni, uh-huh. akkor én próbáltam használni a színeket. Tehát, hogy rögzüljenek, hogy a hideg szín az a kék, a meleg a piros, és akkor, amikor Európának az éghajlatát tanultuk, akkor, és itthon azért sok munka volt, hogy én megcsináltam fóliára, meg mindenre, hogy bejelöltem, hogy a mérsékelt éghajlat élve, a hideg éghajlat élve, akkor a forró éghajlat élve, színekkel megjelölve. És tényleg, amikor számon kértem, meg akkor be kellett nekik jelölni, hogy melyik hol van, akkor szerintem sokat segített a gyerekeknél uh-huh, lesz, hogy könnyű. A színek beugrottak. Igen. Mondjuk ebből volt vitám is ugye a kollégákkal, tehát nem volt igen. egyszerű. Hát ezt elviszem. Nem volt egyszerű, mert én elkezdtem mondani, hogy mit láttam, és hogy milyen jó lenne valamit átvenni belőle. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindig voltak akadályok. Tehát elég uh-huh. sok ilyen dolog jött, hogy azért nem lehet, meg ezért nem lehet. Uh-huh. És akkor egy idő után úgy éreztem, hogy csendbe maradok, és akkor megpróbálom én a magam módszerébe beiktatni ezeket a dolgokat. Tehát uh-huh. Nem volt egy egyenes, boldog időszak azért végig ez a 20 év. Igen, és aztán 20 év után teljesen véget is vetettél az egésznek egy időre? Hát, nem akartam. Aha, kényes kérdés. Nem akartam, de olyan helyzet alakult ki akkor uh-huh. az iskolában egy személy miatt, aki már nincs itt, tehát nem uh-huh. is idevalósi, uh-huh. hogy 2 évig én nagyon gyötrődtem, mert ugye a tanítás mellett tehát benne voltam ugye a diákönkormányzatban, mindenben, igen. és napi szinten mindig ki voltam téve olyan dolgoknak, hogy hát ő volt az igazgatóm, és ha nem úgy gondolkodtam, nem úgy mondtam a dolgokat, mint ahogy ő elvárta volna, akkor abból mindig konfliktus volt. Tehát és ezt nem lehet sok elhúzni. Az addig, tehát nem is volt ilyen dolog, csak amikor ő oda került, és
pedig biztos egy jó tanár volt, csak valahogy szerintem vezetőnek nem volt jó, mert a többiek is panaszkodtak. És hát sajnos úgy alakult a helyzet abban az időben, hogy év végén elmondta, hogy én a következő évben miért nem taníthatok ezt, meg azt, meg amazt, és akkor én így meglepődtem, hogy miért nem taníthatok. Inkább másnak adta az órákat, és én ebből azt a következtetést vontam le, hogy akkor rám itt nincs szükség, és én akkor felálltam, pedig azt se tudtam, hogy hová megyek. Uh-huh. Most gondolhatod, amikor ott vagyok, tanévzáró értekezlet, és elmondja a következő évnek a tervezetét, és nekem azt mondja, hogy hát 7-ben, 8-ban taníthatok biológia, földrajzot, a többi tantárgyat az alsósok fogják tanítani, és megkérdeztem, hogy miért. Hát, mert az alsósoknak kell az óra. Nem baj, hogy biológia, földrajz szakos voltam, és 5-6-ban nekem kellett volna tanítanom természetismeretet, meg ilyeneket, sőt, 4-be is. Tehát ilyen dolgok voltak, és én akkor azt mondtam, fölálltam, és azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, akkor én elmegyek. És tudod, Ági, ebbe az a rossz, hogy elengedtek. Nem álltak ki mellett. Igen. Uh-huh. És nem is a kollégák, mert sajnáltak, hanem én azt mondom, hogy a faluban akkor a iskola felügyelő szervei, tehát itt a polgármesteri hivatalra gondolok, uh-huh. hogy azért én úgy gondolom, hogy 20 után megérdemeltem volna, hogy behívnak és megkérdezik, hogy miért akarok elmenni. Uh-huh. És én akkor úgy döntöttem, hogy hát ennyire nem érdekel senkit, hogy én most elmegyek, eddig itt dolgoztam, hogy akkor most mit csináljak? Akkor itt jött egy másik törés. Tehát volt nálam ugye a családi eset 20 évesen, aztán itt meg 40 évesen jött egy másik. Uh-huh. Úgyhogy így visszagondolva, ezek tényleg átértékeltek bennem sok mindent. Igen. Úgyhogy akkor ott hagytam Galga Hévízi általános iskolát. És akkor 3 biztosított társaságnál dolgoztál? Igen. Itt volt lehetőség. Igen. Tehát elkezdtem munkát keresni. Felhívott telefonon egy illető, mi akkor nem jöttem rá, hogy kicsoda, és mondta, hogy hát Gödöllőn várnak egy olyan munka, ami hát pedagógusokat várnak erre a munkára, és hát igazából emberekkel kell foglalkozni. Hát jó, mondom, akkor elmegyek. Hát kiderült, ez is egy érdekes az életfintora, hogy Péceli gimnáziumbeli osztálytársam. Tehát egy nagyon jó ismerősöm volt. Megláttam, hát mondom, te vagy az István. Ő vezette ezt a csoportot, hát kiderült, hogy egy biztosító társaságnak dolgozik, és hát én olyan típus vagyok, hogy mindenem be tudok lelkesedni. Uh-huh. És hát... És akkor belelkesedtél. Igen, igen. Hát otthon elkábítottam mindenkit, hogy hú, én az embereket csak jó felé viszem, mert hát nekem is volt biztosításom, és tényleg, mi van, ha meghalok? Mi van, ha lebetegszem? Igen. Hát ez kell az embereknek. Csak hát nem mondták el, itt is a hát oldalát, igen. Az árny oldalát, igen, a dolgoknak, hogy ez azzal jár, hogy te, neked nagyon keményen kell teljesítened. Tehát aki fölötted van, meg még egyel fölötted, az csak azt nézi, hogy te hány biztosítást kötöttél, nem érdekli, hogy milyen úton, módon, hanem pontokat kell gyűjteni. Ha nem gyűjtesz pontokat, akkor napi szinten raportra behívnak, és megaláznak. Tehát én uh-huh. ezt tapasztaltam. Nem úgy aláznak meg, hogy elmondanak uh-huh. csúnya szavakkal, hanem hát, hogy te ezt sem tudod, hogy hát erre nem vagy képes. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy így mentem össze mindig. De igazából azért, mert én tényleg, amit akartam csinálni, én amikor elmentem egy ügyfélhez, akkor nem akartam őt félrevezetni, hanem tényleg rendes. Rájött arra, hogy ő neki ez nem jó, hát akkor én is rájöttem, hogy hát én ezt nem erőltetem tovább. Úgyhogy ezt a 3 bírtam. Mm, és akkor utána ismét vissza az iskolához. Jaj. Igen. De most Bagra. Igen. Tehát rájöttem, hogy nem nekem való ez a üzleti, ilyen fajta uh-huh. üzleti élet.
És elkezdtem keresgélni itt a környéken, hogy Bag, Hévízgyörgy, hát Galga Hévízre nem mertem gondolni, mert hát mondom, az most hogy néz az ki, hogy én oda visszamegyek. És fölhívtam a Bagi általános iskolát, és hát egy másik példaképen, Fodor Mihály, aki sajnos meghalt egy éve. Amisit ismertem hírből, és tudtam, hogy egy nagyon jó pedagógus, nagyon jó emberismerő, és elmondtam neki a problémámat, azt mondja, Éva, napközi van, szívesen látunk. Hát én nagyon örültem, és elkezdtem Bagon akkor a napköziben dolgozni, és ez is egy érdekes út volt, mert hát azt tudni kell, hogy Bagon főleg napköziben azért elég nehéz helyzetű gyerekek vannak, uh-huh. és ott az elemi dolgokra, tehát a tisztálkodásra, mindenre, mert alsóban voltam napközis, tehát ezekre nagyon-nagyon oda kellett figyelni. Tehát én belecsöppentem egy olyan helyzetbe, mert a Galga Hévízen azért nem volt ennyire, hogy éhesen jöttek a gyerekek iskolába, éhesek voltak, és egymással is nagyon durván tudtak viselkedni, ha bármi kis sérelem érte őket. És azt elmondhatom, hogy olyan helyzet alakult ki ott a napköziben, hogy a lányok megtanultak kötni. Tehát itt ugye télen mit csináljunk, amikor bent vagyunk a tanulás után. Bevittem, képzeld el, hogy hurkapálcikát megtaláltam, fonalunk volt, elkezdtem kötni. És a gyerekek nézik, hogy mit csinálok. Gyertek! És csinálták. Tehát ezek a tényleg nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek, és örültek, hogy egy kis sálat megkötöttek. Uh-huh. Ezt nagyon szerettem szintén. Akkor egy másikra emlékszem még, hogy ezekkel a gyerekekkel színdarabokat tanultunk meg. Tehát különféle, tehát ilyen Mikulásra, Karácsonyra, és ahogy előadták ezeket a dolgokat, és képzeld el, hogy körbe mentünk az osztályokon, és előadtuk, pár perces volt. És Fodor Misi kiállt mellettem, és azt mondta, hogy Éva, látod, ez az, amit szeretek így benned, hogy lefoglalod őket, és nagyon jó viszed őket. És sikerélményt nyújtasz neki. Meg kérdeztem tőle, hogy Misi, olyan ritkán jössz, mert szokta látogatni ugye a tanárokat, mondom, olyan ritkán jössz hozzám, mondom, mi a helyzet? Azt mondja, Éva, annak örülj, ha nem megyek. Akkor ott nincs baj. Úgyhogy őt nagyon sokat hallgattam, így értekezleten is, tehát ő is elmondta az ő koncepcióját, hogy a gyerekekkel tényleg hogyan kellene foglalkozni, és őt tényleg csak csodáltam, tehát őt hallgattam, mert ő mint színjátszós, tehát uh-huh. nagyon sok mindent megtanított velünk is, pedagógusokkal is. Én el tudtam fogadni az ő nézetét. Úgyhogy aztán ez a Bagi 3 év is szép emlék. És aztán akkor visszakerültél a KH-hoz. Hova? A KH-hoz Galga Hévízre. Ja. Igen, mert hallottam, hogy hát ugye igazgatóváltás történt. Igen. És az, aki igazgató lett, végül is velem egyidős, kollégám volt régebben, és hát szintén kerestek, hát napközibe kerestek tanárt, és megkérdeztem, hogy mi a helyzet. Azt mondja, Éva, visszafogadunk szívesen, mert mondom, egy kicsit problémás, hogy eljöttem, de mondtam neki, hogy nem ti miattatok. Hát aztán persze uh-huh. tudjuk, és gyere, szívesen fogadunk. Aztán hát napközibe kerültem. Ez megint egy... De tudod, én rájöttem, hogy majdnem minden tanárnak kellene napközisnek lennie. És Bagon nagyon jól csinálják, mert 4 év tanítás után 1 év napközi van az uh-huh. alsóban, mert tényleg ott megismerhetik a gyerekek egész személyiségét, meg hogy egyáltalán tanítás után mi van a gyerekekkel, uh-huh. meg hogy tanulják meg a leckét. És akkor nagyon jó kis csapatot kaptam Galga Hévízen, most már 5-esek, és ők voltak az elsők, akiket megkaptam. Hát egy nagyon értelmes, nagyon lelkes csapat, ismered is szerintem, ugye a Darnyik Luca,
Igen, igen. Kosik Blanka, Kolesza Nóri, tehát ők egy olyan kis társaság volt, meg most is egy nagyon értelmes kis társaság, akikkel délután hát mi mindent csináltunk. Tehát tanuláson kívül szintén ilyen meseházat készítettünk kartondobozból, behoztuk a barbikat, úgyhogy el voltunk nagyon jól. Na de ennek ellenére, hogy el voltatok, mégiscsak abba hagytad. Végleg kész vagy. Talán lezártad az életednek ezt a szakaszát, mert teljesen másba fogtál most aztán abszolút. Igen. Tehát amikor már Galgahívízre így visszakerültem, akkor otthon a családi vállalkozás egyre több időmet elvette. Tehát már úgy éreztem, hogy nem is nagyon akarok fölsőbe tanítani, mert nem tudnám teljes lelkemmel, szívemmel, odafigyelésemmel csinálni. Hát mivel 92-ben a férjem elkezdte a biogazdálkodást, ez egy nagyon érdekes dolog itt mindenhol, és ennek az útját ki kellett építeni. Tehát, hogy egyáltalán a biogazdálkodást, ha ezt csináljuk, akkor hol értékesítsünk, hol propagáljuk magunkat, hol tudjuk megvalósítani azt, hogy egymást megjelenítjük különféle fesztiválokon, bemutatókon, és ezt én nem kívánhattam a férjemtől, mert ő a földeken irányította a munkát, és ez a feladat elhárult. Tehát amikor már suliba is jártam ide Bagra, vagy Hévízre, visszamentem, akkor nekem állandóan csörgött a telefonom, és akkor bizony ezt kellett megoldanom, és kezdtem érezni, hogy ez így nem megy. Sok. Igen. Aztán, egyáltalán igen. Hogy kerültetek kapcsolatba a biogazdálkodással? Hát, ez megint egy külön történet, hogy amikor megszületett a két gyerek, otthon, ugye Galgahívízen, azért a mezőgazdaság az virágzott, anyósomék is ugye termesztettek mindenféle dolgot, jöttek állandóan permetezni, és én meg úgy féltettem a gyerekeimet, hogy a kertben nem mehettek ki, mert minden meg volt permetezve, és kapcsolatba kerültünk egy úgynevezett humán megőrző társasággal, akik elkezdték mondani, hogy hát nyugaton, meg főleg Hollandiában, hát a biogazdálkodás az már nagyon is bevett szokás. A férjem és én elkezdtünk gondolkodni, hogy akkor kaptuk vissza a földeket is, és akkor, hogy mi lenne, hogyha ezt megvalósítanánk. Tehát ehhez megint csak egy eltökéltség kell. Tehát itt ketten valahogy úgy vagyunk a férjemmel, hogy ő ezen az oldalon volt egy ilyen nagyon eltökélt ember, hogy semmi kilátás, semmi az égvilágon, hogy tudunk ebből megélni, de ő belevágott. Uh-huh. És én azt mondtam, hogy csináld, mert láttam, hogy ehhez van kedve. És tehát ő révén jutottunk ki, tehát Hollandiába ilyen biofarmra, ahol tanulta, hogy kell ezt csinálni, mellette én ott voltam, tehát a Waldorf iskolába. Aztán ő haladt a maga útján, én meg azért csak az iskolába, és mindig éreztük, hogy azért valahogy össze kellene fognunk, mert ezt így nem lehet külön csinálni. És akkor, tehát maga a bio termékeknek az értékesítése egy nagy probléma. Tehát itt Magyarországon. Mert én a holland barátaimtól tudom, hogy ők megtermesztik a termékeket, és megvan a hely. Viszik Angliába, megvan a felvevőhely, semmivel nem kell nekik foglalkozni, jön a kamion, és viszik. Uh-huh. És jó áron megveszik. És képzelheted, hogy nálunk jó, legyen biotermék, legyen biogazdálkodás, de nem tudod eladni. Saját magadnak kell kialakítani egy üzletet, vagy egy piacot, hogy értékesítsd. Ebbe nem kapunk segítséget. Uh-huh. És Budapesten jött egy ilyen lehetőség egy kis üzletre, hogy ott a saját termékeinket árusítsuk, aztán ezt kibővítettük. Amikor kibővítettük, mert jöttek az emberek, és akkor azt mondják, hogy na hát a zöldségek mellett, de jó lenne, hogyha lenne liszt, ugye bioliszt, akkor ivólevek, akkor különféle termékek, sajtfélék, húsfélék, és akkor elkezdtünk gondolkodni otthon, hogy ezt jó lenne, de akkor ki csinálja. Úgyhogy mondtam, hogy akkor én fölvállalom, mert úgy látom, hogy tényleg e felé kell orientálódni, mert tehát az életünket erre tettük föl. Uh-huh. Tehát erre rendezkedtünk be, és egyedül ezt a férjem nem bírta volna.
Na, akkor most jött el az ideje, hogy tisztázzuk, hogy mi az, hogy bio. Jaj. Biotermék, mert nagyon sokan nem tudják, igen, összekeverik, így van, mondanak mindent. Igen, hogy összekeverik a reform termékekkel. Igen. Hát számtalanszor jönnek hozzám is be a bioboltba, és akkor mondják, hogy ők keresnek gluténmentes terméket, és ez persze bio. Mondom, az nem biztos, hogy bio. Tehát én erről írtam egy újságcikket is, mert tényleg kell az embereket egy kicsit okítani ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy nem permetezem erős vegyszerekkel, az még nem jelenti azt, hogy biotermék. Ez egy koncepció, a földnek, a talajnak, az egészségének a helyreállítása. Ez beletelik 5-6 évbe. Tehát ez mindenhol így van a világon, hogy egy területen átállnak biotermelésre, az nem rögtön történik, hanem 5-6 év. Mert azt kell tudni, hogy ahol elkezdték a vegyszeres, meg a műtrágyás gazdálkodást, ott a talaj élet meghal. Kapja a nitrogén műtrágyát, belevetik a magot, utána kapja a védekezőszereket, a rovarölőszereket, a betegségek ellen, és a talaj nem él, hanem táplálják ezekkel a műdolgokkal. És akkor, amikor mi elkezdtük a biotermelést, azt jelentette, hogy mi belevetettük a magot, és ugye nem is lehetett műtrágyát, csak szerves trágyát, hát nagyon silány termék jött, alig volt termés, tehát nagyon-nagyon szenvedtünk, mert sokat dolgoztunk vele, de nem volt termés, és csúnya volt, és nem volt megfelelő minőségű. El kellett telni 5-6 évnek, amikor jöttek Kertészeti Egyetemről, Szent István Egyetemről, Gödöllőről vizsgálni a talajt. Vitték a talajmintát, és elkezdték mondani, hogy ebben élnek a mikroorganizmusok. Azok a kis élőlények, amelyek a vegyszeres gazdálkodásban kihalt a talajból. Ezek a mikroorganizmusok újra felvehetővé teszik a növény számára a nyomelemeket, amivel problémánk van. Azt mondja az orvostudomány, hogy hú, a szíve bever, meg mit tudom én, menjen, vegyen magnéziumot. Aztán, most nem tudom, milyen máj problémája van, vegyen hozzá ilyen meg ilyen táplálék kiegészítőt. Nem azt mondja, hogy egyen biozöldséget, mert abban megtalálhatók ezek a nyomelemek, és olyan formába, olyan kémiai állapotba, hogy a szervezetet felveheti. Tehát nekünk a biogazdálkodásban ezek a növények, ezek a zöldségek egy olyan életközösségben vannak, hogy tényleg bevizsgálták a répát, a krumplit, az ízét is megmondták, hogy 60-szor több vas van benne, meg sok minden ilyen nyomelem megtalálható, meg enzimek megtalálhatók benne, ami a többiből hiányzik. Lehet, hogy a másik nagyon szép, meg úgy hirtelen megnövesztett, még ez a másik, hogy itt szépen sorba ki kell várni, hogy mikor érik meg az a zöldség, mikor szehető ki a földből. Nem úgy van, hogy gyorsítjuk, hogy adunk valamiféle tápoldatot, vagy akármit. Én pont emlékszem rá, hogy jött hozzám egyik ismerősöm, hogy evett paradicsomot, és valahol itt vette meg, mit tudom én, és akkor kiütések jöttek a bőrére. És oda ment az emberkéhez, akitől vette, azt mondja, hát lehet, hogy érzékeny vagy a pirosító szerre. Tehát például ilyen van, amit sokan nem hisznek el, és nálunk ilyen nincs. Tehát mindent a maga idejébe kivárni. Sokan kérdezik nyáron, hogy na, van már fejes káposzta? Még nincs. Annak majd októberben, novemberben jön el az ideje. Tehát maga a biotermelés, és ezt kellene, hogy elhiggyék az emberek, hogy ez egy komplex dolog. Még egy van, hogy egyetemisták jöttek, és segítettek nekünk sövényt ültetni a földünk köré. Tehát nekünk van 26 hektár. Ez a sövény egy élő helyet adó valami. Tehát gondold el, hogy ott madarak vannak, különféle kis állatok, amik elpusztítják ugye a kisebb rovarokat. Tehát életközösség minden tagja megtalálható azon a földterületen. Mert egyre kevesebb a védekezési forma is nekünk. Tehát nem is kell annyit védekezni, mert megvan mindenkinek a természetes ellensége. Úgyhogy
És ebbe is hinni kell, és hiába vannak kétkedők, és azt mondják, hogy hát nem hiszem én ezt el. Megkóstolja a répát, azt mondja, ennek répa íze van. Igen. Én például eszem a mi burgonyánkat, én étterembe elmegyek, nem tudom megenni. Annak van valami mellék íze. Én hozzá vagyok szokva ehhez a miénkhez. És ugye ez is egy olyan dolog, hogy pénzért nem lehet ezt se csinálni. Tehát ez is egy életmód, ami ugye sokan kinevetnek minket emiatt itt a környékben is. Tehát én azt mondom, hogy nem kell ezzel foglalkozni, de az, hogy nagyapáink annak idején meg tudták termelni tényleg úgy a zöldségeket, ahogy az tényleg egészséges maradt, akkor mi is meg tudjuk. Nem kell siettetni mindenféle szerekkel, és mi erre törekszünk. És talán a jövő is titeket igazol, mert azért Nyugat-Európában már egyre nagyobb kultusza van a biotermesztésnek, és az állami támogatással azért egyre jobban megy, ami még itt nincs. Hátrányban. De talán. Igen. És tényleg a külföldiek, tehát nagyon sok külföldi bejön hozzám is a boltba, és annak természetes, hogy itt biotermék, fel sem merül benne a kérdés. Uh-huh. De képzeld el, hogy hetente 2-3 olyan emberke is bejön a boltba, hogy kétkedik, és azt mondja, most mondjam el, hogy mitől, és hogy lehet ez Magyarországon. Hát mondom, miért nem hiszi el? Meg egy az, hogyha annyira nem hisz benne, nem kell ide bejönni ebbe a boltba. Tehát igen. Vannak ilyen rossz indulatúak is, akiknek nem mondja az ember, hogy jöjjön ide és vásároljon itt, de könnyít a szívén azáltal, hogy most bejön, és akkor elmondja, hogy ő úgyse hisz benne. Hát mondom, nézze, akkor nem kell itt vásárolni, nem erőszakolom egyikre se rá, de hát nehéz ez az életforma, és hát úgy látom, hogy én mindig kihívásokkal küszködöm, mert ez most egy új terület, tehát én is ezt azért most tanulom, tehát amellett, hogy ugye eddig tanítottam, és most a férjem mellett, tehát ezzel kell foglalkozni, és például nagyon örülök annak, hogy nyáron például meghívtak Dunakeszire, Vácra, ilyen védőnői kongresszusra. És elmondták, hogy azért hívnak el, hogy mutassam be a biotermékeinket, meg próbáljak beszélni arról, hogy tényleg mennyire fontos a kisgyerekeknek legalábbis a biozöldség, amikor először elkezdik enni a zöldségféléket, és hogy a anyukákat is próbáljuk meggyőzni arról, hogy ne azt nézzék, hogy na most olcsó ebbe a bevásárlóközpontba a répa, hanem az, hogy tényleg egészségesebb legyen. Igen. És hát nagyon jó lenne, hogyha tényleg itt most már egy picit a kormányunk is arra felé orientálódna, hogy tényleg ezeket a külföldről behozott különféle dolgokat egy kicsit leállítaná, és akkor tényleg a magyar termékek, meg a megbízható helyről vásárolt termékek kerülnének előtérbe. Igen. Hát reménykedünk, úgyhogy nem, csak. Nem egyszerű. Na most ennyi minden mellett, amit csinálsz. Jut-e időd egyáltalán magadra? Van-e szabad időd? Mert azt ugye tudom, hogy a szabad idődben azért a közösségektől most sem állsz távol, és főleg a Hévízi Egyházközségben tevékenyen részt veszel. Hát igen. Na most, ez megint egy új fejezet az életemben. Uh-huh. Mert én vallásos családban nőttem fel, de nekem ugye a vallás akkor egy olyan dolog volt, hogy hát olyan megszokott. Elmentem templomba, hazajöttem, és kész, be volt fejezve az egész. Amikor a nővérem meghalt, akkor jött egy fordulat, hogy kész. Nekem ne beszéljen senki vallásról, mert én ezt így nem fogadom el. És akkor eléggé eltávolodtam mindentől. És éltem a materiális életemet itt a Földön, a családommal. Éreztem, hogy valami azért hiányzik. Valami hiányzik, valami nem teljes. És hát, hogy ezt most hogy fejezzem ki? 40 éves koromban elhatároztuk a férjemmel, hogy azért úgy keresgéltem ezeket a
könyveket, ami picit a más dimenziókkal foglalkozik, nem igazán a vallással, de már akkor természetgyógyászat, meg ilyen, és úgy mindent úgy olvasgattam össze, meg jártam ilyen összejövetelekre, de abba se leltem igazán meg a utamat, és akkor elhívtak egy zarándok helyre, Bosznia-Hercegovinába, a férjemmel elmentünk, és hát ott megfogott valami. És ezt nem lehet elmondani szavakkal. Tehát ezt át kell élni. Tehát én oda úgy mentem, hogy kíváncsi vagyok, hogy most mi van ott, miért megy oda annyi ember, a világ minden részéből, Koreától kezdve, mindenhonnan. Hát mondom, egyet kirándulunk. És azt elképzelheted, hogy onnan úgy jöttünk haza, mind a ketten a férjemmel, hogy valami megnyílt bennünk. Tehát a szívem megnyílt az égiek felé. És én ennek nagyon örülök. És én ennek csak hálát tudok adni, mert szerintem sokan nem értik ezt meg, de remélem, hogy még többen azért megértik, hogy miről beszélek, mert ezt kapni lehet csak szerintem, ezt az érzést, hogy nem vagy egyedül, hogy bármi van itt veled, ez csak egy olyan tanulmány út, hogy felkészülj meg még jobban törekedjél arra, hogy jót tegyél mással. Mert nem ez az igazi élet, ami itt van. És én ezt hiszem, és még ehhez hozzá kell tennem azt, hogy Galga Hévízre jöttek szalvatoriánus atyák. Három lengyel atya. És én őket, mint ember, mint embert nagyon tisztelem. Annyira közel állnak a viselkedésükkel a mindennapokhoz, az emberi élethez, hogy ahogy a másikhoz szólnak, ahogy a gyerekekkel foglalkoztak, ahogy megnyilatkoztak mindenféle dologba, hogy segítőkészek. Tehát először ez fogott meg, hogy nem az volt, hogy távolságtartás, hogy hát én vagyok egy atya, hanem szívesen, jókedvűen, nevetve, boldogan, mindenféle jó dologba benne voltak. Uh-huh. Ez volt az első, ami úgy megfogott bennük. És akkor elkezdtem hozzájuk így járni többet magammal, különféle beszélgetésekre, és akkor azt szűrtem le, hogy hát nekik erőt ad az Isten hit. Tehát, hogy ez van mögötte. És ahogy én is ezt megéltem, én ez így automatikusan jött, hogy ők kértek is, hogy segítsek, mivel ugye iskolában is ott voltam, és akkor én persze szívesen, mondom, segítek sok mindenbe, tehát föl sem merült bennem, hogy nem. Nem azt mondom, hogy olyan egyszerű összeegyeztetni a dolgokat, de ezt meg nem hagynám ki. Tehát én azt érzem, hogy itt is tehát tevékenykednem kell. Úgyhogy itt a egyházi életben is. Hát én boldogan fölvállalom ezt a szerepet, hogy segítek az atyáknak, és nem szeretnék olyan ember lenni, hogy úgy messziről, jó, hát én eljárok templomba, és akkor mondok véleményt, hogy ezt miért nem így, meg miért nem úgy, hanem ha szólnak nekem, és kérik a segítségemet, akkor én azt érzem, hogy nekem mennem kell, és akkor ebben én részt veszek. Hát azt hiszem, hogy ez egy újabb része az életemnek. Lehet, hogy azért ezt tudod hozzá akkor is magával, mert jó, 51 évesen kicsit befelé forduló lesz szerintem az ember. Tehát ahogy lepörög előttem az életem, tehát tényleg arra jövök rá, hogy ezek után, tehát vár még rám valami, és nem félek az öregségtől egyáltalán, hanem azt mondom, hogy nem lennék fiatalabb, tehát nem lennék most 20 éves, tehát minden kornak megvan a maga szépsége, és én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg az öregkoromban mennyi segítséget kapok föntről, hogy tényleg tudom bírni ezeket a mindennapokat, de én bízom benne, tehát bizakodó vagyok.
Én azt gondolom, hogy ilyen mozgalmas élet után az öregséged is mozgalmas lesz. Reméljük, hogy... Reméljük, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, hogy meghívtál, Ági. Köszönöm szépen az önök figyelmét is, legközelebb is várom önöket. Viszontlátásra!